Az első lépések. Na. Á, ja, egérrel irányíthatjuk. Jó. A játékban emlékeim szerint felszedhető pénz. Tehát vannak titkok a játékban, pénzformátumban. És nagyjából így kell elképzelni az egész mindenséget, tehát hogy mész, rákattintasz a dologra, és megváltozik úgymond a színpad. Tehát ez egész az egy színpad, és mindig a jeletnek megfelelően megváltozik az adott helyszín, hogyha tovább mész. Tehát azért mondom, a játékban fel lehet szedni pénzt, de hogy őszintén mi értelme van, azt úgy nem nagyon tudom. Ott van a kollégánál egy pisztoly. Ne aggódjatok, nem fogjuk ezt sokszor használni. Ez a crockshot. Tehát igen, bizonyos helyeken tudjuk ezt majd csak használni. Tehát nem fogunk tudni mindig lövöldözni. Akkor szépen ott hátul elmegyünk. Összedegetem a pénzecskét. És haladunk szépen tovább. Olvasgattam a... Jó, tehát nagyjából igen, ezek a főszereplők. Mi vagyunk ugye Showdown Bandit, Miss Undertaker és a bankár. Meg van még egy főszereplője a játéknak, de azt majd kicsit később. Tehát olvasgattam így a speedrunnereket ezzel a játékkal kapcsolatban. Nem nagyon szeretik. Van a játéknak egy olyan része, így a vége felé, hát ahol igazából... Röviden, tömören, tehát nem éppen barátságos itt a környezet. Vagy hát nem mindig barátságos itt a környezet. Na, tehát visszatérve a speedrunnerekre, nem szeretik ezt a játékot, mert a végén van egy olyan része, ami igazából a szerencsém múlik. Hogy ott tovább tudsz eljutni, vagy sem. Na és ilyen helyeken tudsz te lövöldözni. Jobb oldalival tudsz kilépni, bal oldalival lőni. És ezeket a haragokat kell eltalálni. Hogyha ezeket eltalálod, akkor valami titok fellibben lobban. Jó, arra akkor semmi, akkor haladunk szépen tovább. Tehát ilyen kis egyszerű-nagyszerű ez a játék, és mondom, vannak benne rémisztő dolgok. És igen, furcsálom, hogy ennek a játéknak nem készült el a többi epizódja, vagy legalábbis nem tudok róla, hogy elkészült volna, de én azt olvastam, hogy nem készült el valamiért. És így nem nagyon értem, hogy miért. Tehát, hogy mi volt itt a probléma. Pedig szerintem a hangulat az kiváló. Sőt, a játékmenete is szerintem jó. Legalábbis így emlékszem rá, mikor végigjátszottam. Meg hát nem venném elő ezt a játékot, hogyha nem éreztem volna annak idején az, hogy ebből lehet valamit kezdeni. Egy végigjátszást megér. Ez a ne nézz fel. Tehát ezt a ne nézz fel, ezt nem nagyon értem. Hogy ne nézzek föl? Van egy ilyen teljesítmény, hogy ne nézz fel. Csak nem tudom, a játékban hol van az a pont, ahol nem szabad felnézni. Ó, jön az ellenfél, igen. Hát vannak ellenfelek, akik hogyha utolérnek bennünket, akkor eléggé fájdalmas a velük való találkozás. Hát egyetlen egy dolgot tehetünk jelen pillanatunkban. Elmenekülünk. Na, úgyhogy el vagyunk menekülve. Itt is van egy ajtó. Itt van pénz. Ott van a bankár. Ah, Bandit! So glad you made it! Welcome to my humble booth. Anything you leave with me will be ready and waiting. Na, bankos. Itt tudod elmenteni a játékállásodat röviden tömören. You have to try to be a bit stealthy to survive back here. Na, bankár. Szeretném menteni, és hát fölírni úgymond az eddigi mentésedet? Igen. Na. Nézzünk el akkor ide balra. Először. Nézzük, hogy errefele mi található.
ez a string, azt hiszem a string az azt jelenti, hogy hát szúró. Azt hiszem a... Márjál, hogy kell azt... Ja, így lehet venni. A méhecskéknek van az a fullánkja. Az a string, nem? Legalábbis én úgy tudom, hogy az a string. Tehát a fullánk nélkülivel? Tehát, hogy tartsd magad távol a fullánk nélkülitől? Vagy valami ilyesmi? Nem tudom, mi ez a string. Most így próbálok rájönni, igen, hogy mit jelenthet, de nem jut eszembe. Na, felvettünk egy kulcsot, és erről az ajtóról leszette a lakatot. De még mielőtt tovább haladnánk... Jó. Megnézzük, hogy erre fele mi van. Mert vannak itt azért titkok. Elrejtett apróságok. Jó. Itt van ugye igen a széle a színpadnak. Oda menjél be. Oké. Össze felszedjük a pénzt, azt utána ott van egy kérdőjel. Megnézzük, hogy mi az a kérdőjeles papír. Na, elértél egy sáros utat. Kapcsolod be az összkereket, a összkerék meghajtás és a difizárat. E, összkerék, Q, difizár. Hajtsd végig a sáros úton, bekapcsolt összkerék és difizár a jármű, több üzemanyagot fogyaszt, az összkerék be van kapcsolva, a difizár által az összes kerék azonos sebességgel forog, de nehezebb kormányozni. Igen, tehát nagyjából itt elmagyarázza a játék, hogy mi merre hány méter, ami igazából egy fontos információ. Tehát érdemes, igen, az oktató módot, illetve a kívásokat is megcsinálgatni. Most megközé tesz egy másik járművet. A Modern Urban válthatsz a feladott járművek között. Hajts közelebb a járműhöz. Most válts át erre a járműre, hogy ezt megtedd, lépj a haladó módba és válasz a járműváltás opciót. V ez a haladó mód, itt van a járműváltás, és mozgass a kamerát, hogy lásd a ZIL 131B osztályt, majd kattints rá. Által is ültünk. Szép munka. Jegyezd meg, hogy ez a jármű első kerék meghajtása, és nincs benne difizár. Engedd ki a kéziféket és hajtsd tovább az úton. Se difizár, se összkerék. Igen, ez a Spin Tires-ben volt ez a jármű. Modern Urban jármű csörlővel van felszerelve, közeli fákhoz és járművekhez csatlakozhatsz. Használjuk a dombon való átjutáshoz. Haladó mód. Ott van a kettő darab pont. Kattints egy pontra a járműbe, de majd kattints egy pontra az egyik fán, hogy csatlakozzasd a csörlőt. Úgy. Most nyomja haladó mód a kilépéshez V. Tehát kilépünk haladó módból. Húzd a csörlőt, és közben adj gázt, hogy a járművet tovább haladjon. Tehát W-t kell nyomni, plusz a csörlővel tudod húzni, az az F. És közben lehet kormányozni is. A csörlő leválasztásra kattints a keresztre, a kábel végén, vagy nyisd meg a haladó módot, és válaszd a kienged opciót. Folytasd az utat a csörlő használatával, és segíts megmászni a hegyet. Hát akkor... Most oda szeretném munkat kikötni, hogy... Nagyon jó, nagyon jó. Engedj ki a csörlőt és hajts az úton az épületek felé. Oktatóboltban nem elérhető a térkép. Megpróbáltam megnyomni a térképet, de akkor ezek szerint nincs térkép. Na, garázs. Megérkeztél a garázshoz, ahol bővítményeket és pótkocsikat telepíthetsz. Járművet és ki is mentheted a garázsban, ha normál módban játszol. Igen, mi hardcore-ban játszottunk akkor, hogy ez az opció nem volt elérhető. Ahhoz, hogy a garázs használni tud, először fel kell oldanod négy garázspont leszállításával. Valaki már leszállított 3 pontot. Mivel a járművetben van egy pont, így most fel tudjuk ezt oldani. Lerakodás. Kész. A járművet teljesen ki lesz javítva, egy feloldott garázs meglátogatsz vele, de csak 200 liter üzemanyagot kapsz. A játék célja, hogy rönköket szállíts a fűrésztelephez. Szóval telepítsünk egy faszállító bővítményt. Rönkplató? Erre
Kattints duplán a drönk plató alatt a pótkocsi és a bővítmények felszerelésre, hogy telepítsd a bővítményt. Ennyi. Most hajts a fatelephez. Már amennyire lehetséges. És gondoljatok bele, a sima Spin Tires játékban ez volt a... Hát ezzel a kocsival kellett menni egy jó darabig. Amíg ki nem oldottál nagy szörnyeket. És ebben se diffi, se összkerék. Most nem tudom, az alap Spin Tires ugye nekem nincsen meg. Még. De mégis egyszer majd azt is kipróbálhatjuk. Na, itt felpakolhatod a járművet. A különböző méretű rönkök különböző töltéspontot érnek. Jellegű járművel, járművünk csak rövid rönkökkel pakolható fel. Válasz rakományt, rövid rönkök. Ez két pontos. Jó, most hajtsa fűrésztelephez a végső állomáshoz. Hát itt most azt akarja, hogy menjek bele a vízbe. Tudjátok, hogy mikor. Biztos, hogy nem. Inkább jövök ide, hogy száraz az út. Hát. Fölöslegesen ne szívassuk már önmagunkat. Otthon a fűrésztelep. Oda kell most elvinnünk ezt a két pontos fa mennyiséget. És már hallom a zenét, igen. Igen, hogyha van hibája a játéknak, akkor az, hogy nem mindig van zene. Csak a fűrésztelepnél van zene, meg a főmenübe. Pedig úgy jó lenne. Ha folyamatosan lenne egy jó kis metálos zene. Tökéletes ideje lepakolni a járművedet, de jegyezd meg, hogy a rendes játékban ez csak... két pont volt a szükséges 8 pontból a fűrésztelep feltöltéséhez. Gratulálunk, befejezted az oktató módot, az oktató mód nem fed le minden funkciót a játékban. Próbáld ki a kihívásokat, hogy többet tanulj. Na, és akkor most megyünk a kihívásokra. Na, úgyhogy, hát sorba fogok haladni, illetve meg fogom mutatni, hogy vannak ilyen rendkívüli célok. Például első pálya ugye ez a vas. Ezt annak idején teljesítettem, az eddigi időm, vagyis a rekordom az 10 perc. Jelzi újra a rendkívüli célok és célok törléséhez, és hogy javítsd az idődet. Vedd fel a pótkocsit, majd vezesd a vontatmányt a kisvárosba. Rendkívüli célok. Nem sérülhet a járművem, és más járművek sem. Ne vezess a szembesávban. Csak kabin nézetet használd, mikor a pótkocsit viszed. Na jó. Mikor a pótkocsit viszem, akkor csak kabin nézet lehet. Jó. A vas kihívásnak az indítása. Jó. A vas, üdvözöllek a kihívásban, elsődleges cél, vedd fel a pótkocsit, majd vezesd a vontatmányt a kisvárosba. Első dolgunk, hogy felvegyük a pótkocsit. Használd a navigációs térképet a megtalálásához. F1. Jó. Vess egy pillantást a navigációs térképen a garázs fél pótkocsira, ami piros vonallal van jelölve. Te is hozzáadhatsz, mozgathatsz, vagy törölhetsz csomópontokat. Folytasd a játékot és kövess az útvonalat a pótkocsi megtalálásához. Jó. A navigációs útvonal most már látszódik vezetés közben, kövesd a pótkocsi megtalálásához. Igen, tehát normál módban így ilyen vörös vonallal mutatja, hogy merre kell mennünk. Azért mindig rettenetes jó hangulata van ennek a játéknak. Jó, most kérdezhetnétek, hogy ebben mi a thriller, meg hol van a noir, meg a íz, meg a krimizés, meg az ilyesmi. Nyugi! Nem kell sietetni a dolgokat, majd lassan. Oh, I'd like to have a quick look at some shoes for Sean. Can you watch Jason for a minute? I promise, we won't be long. Sure, no problem. We're not going anywhere, are we, Jason? Come on, honey.
Jason! Jason! Ott megy. Jason! Ez nem ő? Jason! 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 Gyidultam már kicsit ilyen vicces. Jason! Mint így mondogatok, de... De na. Jason! Nem, hogy ma rég izé... gyorsabbra vettem volna a tempót. Jason, you really shouldn't wander off like that, you know? There's an awful lot of people in here. Please, Dad, can I have one? I would really love to have one. Please, Dad, come on. Okay, let's go buy a balloon. Great! Hey, champ! What's your name? Jason. Which balloon would you like, Jason? The red one. Here you go. That'll be $2, sir. Jason, wait for me. Wait for your dad, son. It's really crowded in here. Nézzük. Akkor te is olyan vagy, mint én, falzsebbe van? Akkor másik falzsebbe. Van egy olyan idősem, amúgy a játék az direkt csinálta. It is impossible to try on a pair of shoes with this crowd. Where's Jason? He was here a second ago. I bought him a balloon, I turned around and just disappeared. Disappeared? What do you mean disappeared? Stay here. I'll go get him. I'll be right back. No. Jason! Jason! Arra jösszem, erre jött. Jason! Jó, nem jött be ide. Igen. De arra fordulj vissza. Te! Észlény. Jó, mondjuk ide miért jött volna be, de mindegy, benézünk. Jason! De ide se jött be. Mindegy, ruhák, igen. Mi van akkor, hogyha lejött? Jason! Az én alapján azért nyomogatom az egyest. Jason! Csak hogy életképes legyen. Ott a Luffy. Jason! Jason! Na? Jason! És az összes Luffyval együtt most eltűnt. Jason! Ott a másik Luffy, igen. Jason! Jason! Hú, mennyi ember van itt. De a valóságban is tényleg ilyen, hogy amikor így haladnál, akkor mi mindig eléd jönnek. Mindenki. Jason! Ott a Luffy. No!